Köszöntöm Önöket a Megye Határ magazin második adásában, én Kis Balázs vagyok. Hosszú hetek önkéntes munkája árán megújult a 60-i állomáson jobb sorsára váró egyik gőzmozdony, az úgynevezett Bombárdó. Az avatásról hoztunk képes beszámolót. 520-075-ös, azaz Bombárdó gőzmozdony. Három darab van belőle az országban, ebből a 60-i gőzös felújítását követte nyomon 4 hónapon keresztül a 60 online. Egy Facebook kommentből kezdett el közösen tevékenykedni a lelkes önkéntes csapat, ami célul tűzte ki, hogy felújítja a 60-i Bombárdót. Hát azt gondolom, hogy elég ránézni erre a csodára. Nyilván mindenkiben ez egy kellemes, nosztalgikus hangulatot ébreszt, illetve egy nagyon kellemes baráti társaság szokott itt összejönni, akiknek valamilyen szinten közös hobbija. A Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Egyesület tagjai hétvégeiket feláldozva dolgoztak 60-ban a mozdony megmentésén. Ennek a gépnek a gyártása az 1940-es évek elején indult, meg konkrétan ezt a példányt 1943-ban gyártották, és több mint 6800 darab készült belőle Németországban. Az 50-es évek elejéig gyártották ezt a típust egyébként. A II. Világháborúban Lengyelországba került át ez a mozdony, úgyhogy a világháború vége is ott érte, így szovjet tulajdonba került, rákerült a hadizsákmányra utaló T betű. A Szovjetunióból került Magyarországra a 60-as években, ahol a MÁV, illetve a Gyesev kötelékében is szolgált. Az élete végét a Kisterenyei fűtőházban fejezte az aktív éveit, majd a fűtőház bezárását követően hozták át ide 60-ba. Az önkéntesek elszántságának és a kemény munkának köszönhetően sikerült a mozdonyt és a környezetét is külsőleg felújítani. Hát a legelső feladat az elején egy kilátástalannak tűnő csiszolási művelet volt. Itt ugye rendkívül rozsdás felületről volt szó. Igen, rossz minőségű festés volt még a gépen, amit a időjárás, főként a napfény és a ráeső falevelek és az esővíz találkozása, azok rendkívüli mértékben lerontottak, úgyhogy ezt kellett eltávolítani. Ezt követően rozsdamaróval kezeltük a felületet. Ezután egy alapozó festés következett, amiben itt a helyi gépészet nagy erőkkel besegített nekünk, és ezután került fel a fekete festés a gépre. A 60-i Bombárdó páncéljának rendbetételéhez elhasználtak több mint 18 liter rozsdamarót, ezentúl a gőzös több mint 30 liter festéket is magába szívott a felújítás alatt. Rendkívül sok eszközt biztosítottak a számunkra, illetve aktív munkaórákkal is részt vállaltak itt a helyi dolgozók, tehát nélkülük sokkal lassabban értük volna ezt a célt. A 60-i 520-as beindításához új kazánrész kellene, ehhez több mint 10 millió forint legalább hiányzik, tette hozzá Gajdács Ádám, az Egyesület egyik lelkes önkéntese. Egyelőre szoborként őrzi a hadimozdonyok emlékét a 60-i 520-075-ös. Az Egyesület tagjai tenni fognak még azért, hogy átmenekítsék a Bombárdó emlékét az utókornak. Az utómunkálatok még tartanak. A szoborgőzös felújítások záró akkordjaként olajos rongyal műfüstöt képeztek, hogy még élethűbben adják vissza a Bombárdó eredeti hangulatát, mondta el Birincsik József, a Magyar Vasúti Járművek Megmentésért Egyesület tagja. Igazából a mozdonynak a felújítása, illetve a szobormozdony megőrzése az nem annyiból áll, hogy lefestjük és aztán hagyjuk ismét 30 évig állni. Nyilván ez egy folyamatos tevékenység lesz, ezért is sikerült ide szereznünk 2 padot, hogy itt egy kellemes hangulatú park alakuljon ki a mozdony mellett. A lámpák mellett igyekszünk majd pótolni a hiányzó alkatrészeket. Nyilván, aki szakértő szemmel végignézi a mozdonyt, az látja, hogy itt-ott hiányzik egy tartály, egy vezeték. Az üvegezés az, ami most zajlik egyébként, tehát itt a háttérben azért fordulhatnak elő zajok, mert még most kerülnek be a vezetőállásra az üvegek. Ennek az a cél, hogy az időjárás az ne tegyen további kárt majd a mozdony vezetőállásában, ami szintén egy viszonylag szép felújításon esett át. Az Egyesület további célul tűzte ki a 60-i Truman, az amerikai 411-es gyártmányú mozdony rendbetételét is. Ha egy kicsit távolabbra nézünk, akkor láthatjuk, hogy egy másik háborús legenda, egy 411-es sorozatú Truman is állít 60-ban, ami ennél a mozdonynál is rosszabb állapotban van, tehát az ő felújítása is mindenképpen a távlati célok között szerepel. Nyilván erre a gépre lényegesen nagyobb összegeket kell majd költeni, mint a Bombárdóra. Megyei területfejlesztési elismerésben részesült Szabó Zsolt államtitkár. A díjat az érintett képviselő távollétében átvevő szülőktől arról érdeklődtünk a megyeházán, hogyan élik meg fiúk sikerét, és hogy szülői szemmel figyelve milyen erőfeszítések állhatnak az elvégzett munka mögött.
A telekesi díjat a megyei területfejlesztési munka legmagasabb elismerését adományozták nemrég oda a megyeházán Egerben Szabó Zsolt államtitkár országgyűlési képviselőnek. Többek között az útfelújítások, a megújuló közintézmények, beruházások sikeres kivitelezéséért részesült a díjban az elhangzott méltatás szerint. Az államtitkár halaszhatatlan elfoglaltsága okán helyette a szülei vették át a díjat. Ő olyan ember, hogy soha nem lehetett leállítani, tehát hagyni kell, hogy tevékenykedjen. Most, hogy volt a balesete, a baleset után is akár két bottal is közlekedik, és teszi a dolgát. Úgyhogy nekem, mint szülőnek, csak hátulról, vagy férjemnek hátulról kell nézni, hogy megint mit alkotott, és mire készül. A szülők azt mondják, szokták félteni a fiúkat az általa követett tempó miatt. De hangosan nem mondjuk ki, mert hogyha kimondjuk, akkor azt mondja, hogy jól vagyok, édesanyám, nyugodjatok meg, jól vagyok. És ezen mi már el is hallgattunk. Úgyhogy mi csak a háttérből támogatjuk, ha szükség van ránk. Megjelenünk, de különben nem zavarjuk a munkájába. Szabó Gábor az államtitkár édesapja szerint módszeres szülői munka eredménye a fiában meglévő elhivatottság. Nem üztük, nem hajtottuk, magától jött, egyre jobban, egyre erőteljesebben kidomborodott az akarat benne, és ez az akarat valósul meg. Aki ezt, hogy mondjam, nem helyesli, nem jól mondja, nem jól látja, nem jól gondolkodik. Azt gondolkodik, jó, hagyni kell minden ember, viszont aki akar dolgozni, azt hagyni kell úgy, hogy támogatni kell. Összesen öten részesültek az elismerésben ezen a napon. Bújdosó Zoltán, a Károly Róbert főiskola megbízott igazgatója, ugyancsak kiérdemelte a területfejlesztési díjat, csak úgy, mint egy tevékeny civil szervezet, a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület. Flaskai István, az Egri Hotel Szent István vezetője Eger idegenforgalmi kínálatának színesítéséért kapta meg a díjat. A telekesi életmű díjat a közgyűlés Valaska Józsefnek, a Mátrai Erőmű ZRT felügyelőbizottsági tagjának ítélte idén oda. A kitüntetéseket Szabó Róbert, a közgyűlés elnöke, dr. Bényi Szabolcs Tamás és Tóth Csaba alelnökök közösen adták át. 75 éves lett Kő Pál, a nemzet hevesi illetőségű művésze. A Szobrászi Kont születésnapján egy egész városi közösség köszöntötte a városban, amelynek hírnevét oly sok helyen öregbítette már művészetével. Kő, fa és bronz. Kő Pál született Pataki Lajos, ezekkel az anyagokkal készíti műveit. Heves város vezetése és a térség országgyűlési képviselője 75. születésnapja alkalmából köszöntötte Kő Pál szobrászművészt, a nemzetművészét. Egy 75-ös szám, azt gondolom, hogy ez lehet sok vagy kevés, de azt gondolom, hogy az ember életében ez már úgy jelentős és elég szép kor. Kiemelten fontosnak tartja a helyi művészek és szakemberek elismerését a térség országgyűlési képviselője Szabó Zsolt is. A művész előtt tisztelegve hozzátette, büszkeséggel tölti el, hogy lokálpatriótaként élvezője lehet a mesteralkotásainak. Kedves Pali bátyám, a jó Isten valakinek gondolatot adott, valakinek adott hozzá szájat, hogy ezeket a gondolatokat el tudja mondani, és valakinek ez adott szívet is, hogy tudjon álmodni vele és szépeket. Viszont nem adott mindenkinek készséget és képességet, hogy az alkotást valamiért beleöntse. Beleöntse képbe, szoborba, a művészetbe. Mi valamennyien csodáljuk a művészetet. Amikor végigmegyünk egy soron, megnézünk egy műalkotást, mindig elgondolkodunk, mindannyiunknak mást mond, de mégis az az átütő gondolat az átjön belőle. A művész mindig a műhöz választja ki a megfelelő alapanyagot, olykor többfélét is. A 70-es évek közepéig főleg színes, festett fából készített szobrokat, majd egyre többször nyúlt vissza az ősi magyar fafaragási hagyomány elemeihez. Szürrealista alkotásai a hagyományok tiszteletben tartása mellett születnek. Van egy állandó kiállításom, de kiszorítom már onnan, illetve hát kicsi nekem az az egész épület kevés lenne, de annak viszont örülök, hogy Hegedűs Béla bácsinak a fantasztikus gyűjteménye az, amin át be lehet jutni én hozzám, úgy van az egész dolog fölépítve, és valóban egy olyan csodálatos
műgonddal és tehetséggel és alázattal összegyűjtött anyag, ami bármely település örömére válhatna, vagy büszkesége lehetne. Mint a Szabó Zsolt államtitkár elmondta, érdeméhez méltó helyen a halászkastélyban szeretnének otthont teremteni a Magyar Örökség díjas alkotóműveinek a kastély felújítását követően. A szobrászművész egyik leghíresebb alkotása Mohácson a történelmi emlékhely rendezési koncepciója, valamint a Vatikánban közkincsétett magyarok nagyasszonya kápolna kődombor műve. Kőpál tovább szeretne alkotni, műveinek mindig megvan az ihletője. Nagyon, ott van, ott a múzsa. Ott torta szelettel sétálgat. Nem, hát ez nem nagyon jó tudom elmondani, mert valóban ez egy ideg állat. Tehát az, hogy elkezdeni valamit csinálni, az úgy kezdődik, hát azért nem most kezdtem a pályát, és én úgy kezdem, hogy szép lassan körbe gondolom, körbe rajzolom, körbe firkálgatom magát a tárgyát, az én munkámat. És akkor egyre szűkítem a kört, és akkor egyszer csak már észre sem is benne vagyok a hívó munkában. Tehát nem tudom így, hogy ugye múzsa meg tralala, hanem él az ember és csinálja. Nem csak a szobrászatban szeretné magát kifejezni a szobrászmester, további céljai vannak, festeni szeretne. Tehát nem úgy kezdtem, hanem festő akartam lenni, világhírű festő. Na most ez nem jött össze, úgyhogy itt már a dolog elmozdult egy másik irányba, de hát ezt több helyütt elmondtam, és magamat is unva, csak annyit mondok, hogy nem lettem nagy festő, de most majd fogok festeni. Már vettem festéket, és fenem a fogamat, hogy nagyon komolyan fogok nekifogni egy festészeti periódusnak. A fát az egyik legélőbb alapanyagot választotta a legtöbb alkotása fő alapanyagának, melyet nem csak önmagában használ, hanem színesíti is őket. Ki is festem a szobraimat, hát a Mohácsnál indult be igazán nagy elánnal és nagy méretekben a megfestése a sírjeleknek, és hát azért nehezen beszélek róla, mert ezek tönkre fognak mind menni. Már nagy része tönkre is ment. Visszaszedi a föld, ami az övé, és aztán nem lesz abból semmi. Viszont ami izgalmas és érdekes, hogy a pigment, a festék, az benn marad azokban a kicsi vájatokban, a faragásnak, a találkozásainál, ott vannak ilyen kis részek, amik mélyebben fekszenek, és az benn marad a testvér. Na most érdekes módon a szobrászat mindig is használta a színt. A görögök is, az egyiptomiak is, római, mindegyik használta, csak aztán ugye a görögöknél ugye a izzó napon eső, napfény, eltűnt a szín. Már hófehér szobrokat látunk, ugye? Úgy gondolja, dolga van a színnel, a festészetben és a szobrászatban is. A szín mindig jelentős volt. Mindig jelentős. A szobrászat használta, csak aztán elfáradtak, és elmúlt a festett felület a szoborról. De én meg azért hoztam vissza örömmel, mert nekem a Marino volt igazán a kedvencem, egy olasz szobrász, akinek a szobrászata úgy működött és úgy alakult, hogy faragta, megfestette. Megint faragta, megint. Tehát így állt össze egy szobor. És ez, hát ugye számomra egy olyan fontos tett volt, szobrászati tett, hogy
hozzáigazodtam. A meglepetésnek szánt ünnepségen a művész feleségét, a szintén szobrászművész Halasi Csillát is köszöntötték. A születésnapi torta legfőbbéke a mester egyik legismertebb, Aba Sámuelt megformázó köztéri szobrának képe volt. Mára köszönöm kitüntető figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozhatunk a friss megye határban. Viszontlátásra!